Május a gyerekek hónapja az Ökumenikus Segélyszervezetnél, ebből az alkalomból pedig országos adománygyűjtő akciót hirdettek. Kapaszkodó elnevezésű programjuk segítségével idén is 3000 hátrányos helyzetű gyermek életét szeretnénk megkönnyíteni. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal bárki csatlakozhat a gyűjtéshez. Titanillának érkezett vendége a témában. Így van, köszönjük szépen Bogi a felvezetést, mai első vendégünket köszöntöm a stúdióban, Káncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját. Jó estét! Jó estét kívánok! Ez a tizedik alkalom, hogy meghirdeti a segélyszervezet a kapaszkodóhoz csatlakozó adománygyűjtést. Hogyan épül föl ez a program? Mit kapnak azok a gyerekek, akik ebben részt vesznek? Igen, tíz éve történt az, hogy a, a segélyszervezetnél úgy döntöttünk, hogy kell egy olyan időszak, amikor kifejezetten a gyerekekért végzett munkánkra koncentrálunk, de ugye a munka az ennél is több évre, sőt több évtizedre nyúlik vissza, hiszen a, a segélyszervezet mindig is kiemelten foglalkozott hátrányos helyzetű gyerekekkel. De aztán valahogy úgy alakult, hogy így a gyereknaposz közeledő időpontot, ezt az időszakot választottuk ki, és most már egy hagyományról beszélhetünk: minden évben május ez a, a gyerekek hónapja. Ilyenkor Pont azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi féleképpen segítünk a, a gyerekeknek, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programjának keretében hányféleképpen lehet segíteni a gyerekeknek, hiszen minden gyerek más, minden történet más. Ugye elhangzott itt ez a, a, a nagy szám, hogy több mint 3000 gyerekkel foglalkozunk, hát mindenkinek egy kicsit másképp kell segíteni. És ugye 3000 gyerek, az 3000 család, ezek milyen korú gyerekek? Ugye a segélyszervezet számos különböző intézményt működtet, itt vannak köztük biztos kezdett gyerekházak, ott egészen a csecsemőktől kezdve kezdünk el foglalkozni gyerekekkel, tehát itt tulajdonképpen a hátrányok megelőzéséről van szó, tehát hogy amikor egy gyerek megszületik, akkor megkapja a család azt a támogatást, hogy mondjuk a mozgás fejlődése a gyereknek, vagy akár a táplálása a gyereknek, az hogyan történik, sok esetben egy-egy nehezebb hátterű családnál ilyenekkel is segíteni, lehet, és aztán persze jön az óvodás időszak, vagy az iskolás időszak, ott már a korepetálásról, a, a hátrányok ledolgozásáról beszélünk, ugye itt sok esetben a szegénységgel összefüggő hátrányokról beszélünk, de vannak olyan ö, családok is, ahol valamiféle trauma történt, mondjuk egy bántalmazás, és a család bekerül egy átmeneti otthonba hozzánk, és akkor ott, amíg ott vannak, mondjuk másfél évig, az alatt tudunk nekik mindenféle szakemberrel segíteni, logopédussal, fejlesztőpedagógussal, pszichológussal. Ugye nagyon fontos része a programnak az, hogy különböző foglalkozásokon vehetnek részt ezek a gyerekek, hogy az iskolai lemaradásokat például ledolgozzák. Ezek hogyan valósulnak meg ilyenkor helyben, az iskolával együttműködve? Itt intézményekről van szó, tehát az Ökumenikus Segélyszervezet működtet saját intézményeket, biztos kezdett gyerekházakat, családok átmeneti otthonait, jelenlétpontokat, és ezekben a, az intézményekben egész évben zajlik a munka, tehát az fontos kiemelni, hogy itt nem egy gyereknapi akcióról van szó, itt nem arról van szó, hogy most adunk egy, egy ajándékot a gyerekeknek, hanem éppen azért irányítjuk rá a figyelmet itt a, az adományvonalunkra, a 1353-ra, az adományozás lehetőségére, hogy, hogy ne csak gyereknapkor, hanem egész évben ott tudjunk lenni a, a, gyerekek mellett. És igen, igen, ezek a foglalkozások, ezek folyamatosan zajlanak. Nyári táborokat is szervez a segélyszervezet. Ezek hol lesznek idén, hány ilyen tábor és hány gyereket tudnak elvinni, élményeket szerezni? Igen, ugye itt lassan már itt van a nyár, tehát az, azért május ilyen szempontból is egy jó választás talán, hogy nagyon közel érezzük már a nyári táboroknak az időszakát. Tehát itt gyakorlatilag júniustól egészen augusztus végéig egymást érik nálunk a táborok. Vannak bentlakásos táboraink Kastélyos Dombón, az esélytáborban, és közben vannak napközis táborok. Ez gyakorlatilag az ország minden pontján, ahol dolgozunk, egy, egy nagyon jellemző dolog. Olyan gyerekekről beszélünk, akik maguktól egyébként nem igazán jutnának el nyaralni, nem még táborba sem sok esélyük van eljutni, tehát egy, egyrészt egy hiánypótló nyaralás, másrészt pedig ezeket a napközis táborokat, bentlakásos táborokat igyekszünk arra is használni, hogy a gyerekeknek a fejlesztésébe kapjanak egy igazi lendületet, tehát amikor egy héten keresztül kapnak figyelmet és foglalkozunk velük, ott, ott sokszor tényleg csodák történnek. Mennyi ezek nyilván nagyon hosszú távú projektek, tehát hogy nagyon sok energiát kell befektetni, és ez sokára térül meg, de mégis biztosan vannak olyan apró sikerek folyamatosan, hogy haladnak egy-egy gyerekkel az úton is, hogy nyilván minden történet egyedi, amelyek segítenek a továbblendülésben. Hát ugye, hogy mi a megtérülés egy, egy ilyen munkába, az egy jó kérdés. Én most éppen Bizsolyból jövök, ott nagyon sok gyerekkel találkoztam a jelenlétpontunkon. Ilyenkor az is egy megtérülés, hogy az ember látja, hogy milyen jó helyre kerülnek az adományok, hogy hogy mosolyognak a gyerekek. Egy, most éppen egy zenés foglalkozást láttam ma, vagy akár egy, egy mozgásfejlesztős foglalkozást, ami ott a kertben zajlott. Ezek fantasztikus dolgok, ilyenkor látni azt, hogy a gyerekek jó helyen vannak, jó közösségben vannak, és ez tényleg életeket változtathat meg. Másrésztről pedig vannak olyan gyerekek, akiket tényleg végig kísérünk egészen a akár a középiskoláig, a felnőttkorig, és akkor ott, ott, tényleg azt lehet látni, hogy, hogy valakit sikerült elindítani az életbe, a nagybetűsbe, úgyhogy ez meg a másik. De hát ez persze nagyon nagy összefogás kell, tehát hogy ahogy említetted, ez, egy, ez tényleg egy, egy nagyon drága dolog, hiszen egy fejlesztőpedagógus vagy akár egy gyerektábor azért a sok pénzbe kerül, pláne ha oda kell utaztatni a szakembert egy-egy hátrányos helyzetű faluba, úgyhogy emiatt gyűjtünk ilyenkor ebben az időszakban egész hónapban. Hogyan lehet most adakozni?

Most is minden létező ágát az adományozásnak igyekszünk ilyenkor aktivizálni. Egyrészt a 1353-as adományvonal, ugye a klasszikus, ha ezt valaki felhívja, akkor 500 forintot tud adni, ugye 1353, indítunk egy hívest, és 500 forintot adományoztunk. Mellette a Tesco áruházakban lehet kapni az adománykuponokat, és a segélyszervezet.hu oldalon pedig lehet indítani akár egyszerű adományozást, akár rendszeres adományozást. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy mondjuk minden hónapban csak 1000 forintot mondjuk szeretne jó helyen tudni, akkor itt biztosan meg Teheti, tehát ez a segélyszervezet.hu. Milyen formában adakoznak egyébként a legtöbb Tehát Melyiket a telefonos, vagy az a kupon, melyik a legnépszerűbb? Hát ez a sok kicsi sokra megy, igazából mindegyik, mindegyik népszerű. A 1353 az talán most már egy annyira ismert módja és annyira kényelmes módja az adományozásnak, hogy ezt nagyon sokan teszik. Mi azért szoktuk emellett mindig elmondani a segélyszervezethu t mert ha valaki ott adományoz online, akkor ott ugye megadja az e-mail címét, és akkor mi vissza tudunk csatolni. Tehát akkor nem csak a médián keresztül vagy a Facebookon keresztül követheti a munkánkat, hanem van egy havi hírlevelünk, ahol, ahol például olyan történeteket ismerhet meg, mint mondjuk Gyuszika, aki azt múlt éten, aki a logopédusunk segítségével végre elkezdett beszélni. Tehát egy picit úgy közelebb hozzuk azokat a történeteket, hogy hova is kerülnek az adományok. Úgyhogy érdemes a közösségbe egy picit bekapcsolódni. Mi a tapasztalat egyébként, hogy ugye azért most már egy ideje különböző okok miatt nehezebb gazdasági helyzetet élünk, meg ezt mindannyian érzik. Nyilván többen kérnek segítséget is. Mi a helyzet az adományozókkal így is? Azért sokan vannak olyanok, akik amellett, hogy nyilván maguk is küzdenek nehézségekkel, azért gondolnak azokra, akik, akik náluk sokkal nehezebb helyzetben vannak. Hát igen, hogyha megnézzük ezt a tíz évet, ugye, hogy ez a tizedik ilyen adománygyűjtésünk, akkor azért itt nagyon sok rendkívüli helyzet volt, akár gondolok itt a Covid éveire, vagy gondolok most ennek a háborús időszaknak a nehézségeire, tehát, hogy mindig voltak rendkívüli helyzetek, és mellette folytattuk mi a munkát, tehát attól, hogy a reflektorfény az éppen Ukrajnában, vagy a covid ez a fajta gyerekfejlesztés, ez folyamatosan megy, és az adományozók is ott vannak mellettünk folyamatosan. Nyilván a krízis helyzetekben jóval nagyobb az összefogás, mint mondjuk egy ilyen folyamatos munkára, hogyha gyűjt de azért azt reméljük, hogy az adományozóink most is meg fogják a, a szavunkat, mert nagyon nagy szükség van erre a támogatásra. És még egyről nem beszéltünk, hamarosan itt a gyereknap, ugye már a gyerekek hónapja, és gyereknapra is készültek. Igen, azt még nem mondtuk, hogy ugye ez az időszak ez nem csak az adománygyűjtésről szól nálunk, hanem egymást érik a gyerekrendezvények. Idén is lesz több vidám gyereknapi rendezvényünk, sok-sok sztár fog becsatlakozni, ahogy azt tőlünk megszokhatták. Igyekszünk körömet szerezni a gyerekeknek, és hát ez a, a gyűjtéssel mindig kéz a kézben tehát ilyenkor egy picit meg is szeretnénk mutatni azt, hogy, hogy hogyan lehet a, a gyerekek mellett ott lenni, és egy picit nekik is felhőt lenni, tenni a, a gyermekkorukat. Nagyon szépen köszönjük Ács Kiszofnak, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.